Kedves látogató! Köszöntelek a csatornámon! Remélhetőleg sok hasznos és érdekes információt találsz itt. Jó szórakozást kívánok! A 20. század talán legnagyobb matematikusa, Neumann János, Budapesten született egy zsidó származású, gazdag polgárcsaládban. A kis János már gyermekkorában kitűnt társai közül, hiszen kiválóan beszélt németül, franciául, angolul, olaszul, de latinul és ógörögül is. Mindezek mellett legendás volt az emlékező tehetsége, és fejszámolásban is elbűvölte a felnőtteket, szinte csodagyereknek számított. 10 éves volt, amikor Ferenc József császár nemesi rangra emelte édesapját, a birodalom érdekében végzett tevékenységét, így hivatalosan már Margittai Neumann János lett a neve. Ekkor tájt iratták be a korszak leghíresebb iskolájába, a híres Fasori Evangélikus Főgimnáziumba, ahol az országszerte híres Rácz László tanár úr kezei alá került, és ott hamarosan összebarátkozott az 1 évvel idősebb Wigner Jenővel. A középiskolában is kitűnt tehetségével, s Rácz tanár úr segítségével már a magasabb matematikával is foglalkozhatott. Apja azonban nem akarta, hogy matematikus legyen, mint ahogyan számára sokan javasolták, így végül a világhírű Kármán Tódorhoz fordult segítségért. Kármán a vegyészmérnökséget javasolta, ugyanakkor titokban jelezte Neumann számára, hogy tanulja a matematikát. Így a középiskola után egyszerre tanult matematikát, kémiát és fizikát, többek között Albert Einsteintől, szinte egyszerre lett matematikus és vegyészmérnök, miközben barátságot kötött Szilárd Leóval és Gábor Dénessel, és több más Mars lakóval is. 1930-ban vendégprofesszorként Princetonba ment, ahol akkortájt a világ legkiválóbb tudósai gyűltek össze. Neumann számos tudománnyal foglalkozott sikeresen, a játékelmélettől a haditechnikai kutatásokig, de manapság elsősorban az elektronikus számológépek megtervezése miatt emlékezünk rá. Megfogalmazta a ma már csak Neumann elvekként ismeretes gondolatait, amelyek révén elkészítették az EDVAC nevű számítógépet, amely az első olyan gép volt, amely a memóriában tárolta a programot is. Együtt dolgozott számtalan, később világhírűvé vált magyar tudóssal, így a Basic kifejlesztőjével, Kemény Jánossal, vagy az Intel alapító Gróf Andrással is. De ismerte a század másik nagy matematikusát, Alan Turinget is. Nem csak a matematikában és természettudományokban volt igazi tudós, hiszen a bizánci történelem princetoni professzora egy ízben azt mondta, Neumann nagyobb tudással rendelkezik a bizánci történelemben, mint ő maga. Neumann igazi polihisztor volt. Apja halála után áttért a katolikus hitre, majd megnősült. Egyetlen gyermeke Marina 1935-ben született első feleségétől, Kövesi Mariettától, akitől azonban 1937-ben elvált, és 1 évvel később feleségül vette Dán Klárát. 53 éves korában halt meg rákban, amelyet valószínűleg a nukleáris kísérletek során fellépő sugárterhelés okozott. Emlékét számtalan módon őrzik, de jelentőségét igazán az ő gyermekkorától ismerő Wigner Jenő szavai mutatják meg. Zseni, csak egy volt közöttünk, Neumann János. Remélem, hasznos volt, amit látott. Ha igen, kérem látogasson el újra, és iratkozzon fel. A viszontlátásra!